Még ringbe szállok, mert még van szén a pincébe. És én is azt mondom, hogy még van szén a pincében. Úgy hoztak be ilyen betegszállító kocsin a kórterembe, a Honvéd Kórház reumatológiai osztályára, és tényleg tehetetlen voltam, mert nem tudtam menni a saját lábamon, illetve ha föl is álltamon, akkor összerogytam. És amikor ott bent feküdtem, akkor csak az volt bennem, hogy mi történt, de valahogy az ember olyan alázatos lesz. Megijedtem, hogy szent Isten, tehetetlen vagyok, kezemnek a lábam nem megy, én aki, fú, 300, meg na, tonnákat emelek, ez nem létezik, hogy mi történt velem, hogy mi ez? Hogyha elszakadt a bal biceps izmom, be volt kötve a gipszelve, akkor én jobb lábba, jobb kézzel edzettem. Tehát olyat, hogy konditeremben nem megyek le, olyan nem létezik. De ez az első volt, ami nagyon komoly volt, és megijedtem, hogy most mi van. Kijöttem volna a kórházba, akkor azon gondolkodtam már, hogy ha rendbe jövök, meggyógyulok. Az első gondolatom az volt, hogy nagyon megalázkodom. Nagyon megköszönöm a mindenhatónak, a Jóistennek, hogy egyáltalán erőt adott. Hát ez az első gondolat, hogy legyek hálás. De mégis utána kicsit úgy gyarló lettem, és hogy elbízta magamat, hogy jó, rendben van, most ezt letudtam abba, hogy kijöttem, mivel megkaptam a lehetőséget, hogy felgyógyuljak. De mégis bennem volt az, hogy valamit azért majd, hogy ez most nem a vége, ez nem a végállomás. Teherjárművet több mint másfél méterre keresztül sikerült neki eltolnia, és ezzel új magyar rekordot állított fel. Én már nem is tudom, hogy hányadikat. Szívből gratulálok neked, Ádám. Miért pont a kard? Azért, mert a húzás, a hátra való menés, az fizikailag az nehezebben kivitelező. Tehát de most a kard az szúr. A kard szúr, de a lábam, a derekam, hogyha hátrafelé kell menni, tehát valamit húzni kell hátrafelé, az a menésemben még akadályoztatva van. Akkor fáj. Na most itt azért láttátok, azért nem csak úgy toltam el, hanem befeszült a lábam előre, neki feszültem, sőt, ha valaki megfigyelte, még egy kicsit a kard meg is hajlott. Kerületű tűzoltókkal van nekünk, úgy mondhatom azt, hogy jó kapcsolat, és akkor megkérdeztem, hogy tudnak-e partnerként segíteni, és igen, de a legkönnyebb kocsijuk 13 tonna, ez egy régebbi típus, nem olyan szép, és mondták, hogy van egy létrás, de az 17-18 onnan körül van. Hát akkor persze rávágtam, hogy az jó lesz, mert most már az nagyon is jól néz ki, és akkor így történt.